Szeptemberben a KIA mi két tagintézményében egy-egy első osztály indul, tudtuk meg Plusz Csilla intézményvezetőtől. Két tagintézményben már decemberben megkezdték az elsősök tájékoztatását. Az írásos anyag mellé a Kiskulcsoson kifestőket küldtek. A Kovácsban egy videófilm is készült az itt folyó tanításról. A két általános iskolai tagintézményünk már decemberben megkezdte az elsősöknek a tájékoztatását, a leendő elsősök tájékoztatását és toborzását különbözőképpen. A kiskulcsosi tagintézményben egy kis tájékoztató anyag került összeállításra, illetve az anyag mellé egy kis játékos kifestőt is küldtek a tanítónénik a most alsós gyerekek az óvodásoknak. A Kovács tagintézményben szintén egy kis tájékoztató anyag készült, de itt most az elmúlt napokban elkészült egy kis videófilm is arról, hogy hogyan zajlik itt egy tanítás, és ezt is meg fogjuk osztani az óvodákon keresztül a leendő első osztályos szülőkkel, illetve gyerekekkel, hogy segítsük őket abban, hogy megfelelően tudjanak iskolát választani gyermekeiknek. Terveink szerint egy-egy első osztállyal indítunk a két tagintézményben. Bízunk benne, hogy ez egy szép nagy létszámú két első osztály lesz. Kiskulcsoson Veres Henrietta és Szakál Kinga, a Kovácsban Tótné Szűcs Judit lesz az elsős tanítónő. A Kiskulcsoson Veres Henrietta és Szakál Kinga tanítónénik fogják az első osztályosok útjait egyengetni, itt a Kovács Mihály tagintézményünkben pedig Tótné Szűcs Judit tanítónéni lesz az, aki megfogja a gyermekek kezét, és két éven keresztül kíséri őket. Áprilisban lesz a beiratkozás. Még nem tudni, hogy személyesen vagy digitálisan lesz a beiratkozás. Erről időben tájékoztatják majd a szülőket. Várakozással vagyunk tele, hiszen nem tudjuk, hogy a jelenlegi járványügyi intézkedések meddig fognak fennmaradni. Most jelen helyzet szerint ugye április 7-éig, hogy utána mi lesz, azt még nem tudjuk. Minden esetre, ha marad ez a helyzet, akkor úgy, ahogy már a tavalyi évben is próbálkoztunk, digitális úton kerül sor a beiratkozásra. Ha feloldódik ez a helyzet, akkor természetesen személyesen várjuk a szülőket a gyermekekkel együtt az első osztályos beiratkozásra április közepén. A művészeti iskolában májusban és június elején van a beiratkozás, és szeptember elején van a pótbeiratkozás. Szeretnének addig a tanévben, ha vége a digitális oktatásnak, felkeresni az iskolákat, és bemutatni a művészeti iskola kínálatát. Itt van a művészeti iskolában a beiskolázási időszak, az mindig a május, illetve június elejei időszak. Bízom benne, hogy lesz lehetőségünk a kollégákkal együtt ellátogatni az általános iskolákba, hogy tájékoztassuk a gyermekeket, hogy milyen lehetőségeik vannak a hangszertanulásra, és bízom benne, hogy minél több gyerek fog ide is jelentkezni. Ott mindig májusban, illetve június elején történik meg a következő tanévre való jelentkezés, de akik ezt nem tudják akkor megtenni, szeptember elején mindig még pótbeiratkozási napokat szoktunk tartani a művészeti iskolában.